hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Aki ez hisz bennem, még ha meghal, akkor is élni fog. Vagy amikor azt olvassuk, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Vagy amikor azt olvassuk a Jelenések könyvében, hogy szem nem látta, fül nem hallotta, az emberi értelem föl nem foghatja azt a helyet, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. Hát lássuk be, ez nagyobb örömhír, mint az, hogy megesznek a kukacok, nem? Azért ezt nem néz belátni. De testvérek, én ennek ellenére azt mondom nektek, hogy a kereszténységben számomra tudjátok, hogy mi a legnagyobb örömhír? Az, hogy Isten hordozók vagytok. Az, hogy Krisztus bennetek lakik. Az, hogy minden lélek legbensőbb középpontjában a háromságos egyisten van. És ez a háromságos egyisten, aki minden szeretet, bölcsesség, életerő, öröm és béke forrása, ez a saját belső szent háromságos életében akar titeket részesíteni. Az Isten nem valamit akar adni nektek, saját magát akarja nektek ajándékozni. De hogy nehogy azt mondjátok, hogy ez Simon Dávid csak úgy kitalálta, azért hadd hivatkozzak pár szentre. Ez jót fog tenni indításnak. Tehát, ugye alapvetően Szent Pál is mondja, hogy nem tudjátok, hogy Isten templomai vagytok, és a Szentlélek lakik bennetek? Vagy ott van János evangéliumában, aki szeret engem, megtartja parancsaimat. Atyám is szeretni fogja, hozzámegyünk és lakást veszünk nála. Tiszta sor, nem? De most hadd idézzek néhány szentet. Azt mondja keresztes Szent János. Te magad vagy az a trónterem, amelyben ő lakik. És az a lejtekhely, amelyben rejtőzik. Te, gondoltad volna? Fene az ízlését. Aztán nagyon érdekes, ez személyes tapasztalat különben, hogy nagyon sokáig nekem is ilyen transzcendens volt az Isten kép, amely az Isten rajtam kívül van. És ez igaz is, de bennünk is van, testvérek. Mondja Pál, benne élünk, mozgunk és vagyunk. Az Isten, aki maga az élet, átjárja az egész teremtett világot, és minden egyes teremtményében a létfoka szerint benne van. És mi mégis úgy imádkozunk hozzá, mintha nem is tudom, hol lenne. Ezt mondja Anthony Bloom, ortodox szerzetes. Amikor arról beszélünk, hogy Isten elé állunk, azt szoktuk képzelni, hogy itt állunk, mi és ott áll Isten rajtunk kívül. Ha Isten magunk fölött, magunk előtt, vagy magunk körül keresünk, nem fogjuk megtalálni. Aranyszájú Szent János mondta, keresd meg lelked belső szobájának ajtaját, és rájössz, hogy ez az ajtó vezet a mennyek országába. Na most testvérek, mi a nagy problémánk? Mi a lét problémánk? Tudjátok mi? Az, hogy boldog akarunk lenni, de veszettük. Ez motiválja azt, hogy olyan melegíted a sört, érted a kezedbe. Ez motiválja nagyjából minden cselekedetünket, hogy boldog akarunk lenni. És tudjátok, hogy mi a tragédiánk? Az, hogy kívül keressük a boldogságot. Holott bennünk van? És tudjátok, miért van bennünk? Azért, mert a lélek olyan nagy dolog, hogy csak az Isten tudja beteljesíteni, csak az Isten tudja kielégíteni. Ezt világi dolgok nem tudják a lelketeket kielégíteni, ezt mindenki ezt tapasztalja, ezt tapasztaltam én is a nyomorult, szerencsétlen életemben. Hogy csak ő tudja betölteni. Hát testvérei, van annál nagyobb dolog, hogy az Isten, aki ezt a csodálatos világot megteremtette, elég szép és elég nagy, az bennünk van. Ez a zseni, a mindenség királya, hogy a te lelkedet trónterem. És mivé tette? És mivé tettük? Trónterem a lelkünk. Isten ül a trónon? Vagy mi ülünk a trónon? És testvéreink, ez a problémánk. Erről szól különben a tékozló fiúról szóló példabeszéd is. Hallottátok, gondolom, ismeritek a sztorit. Az, hogy kikérte az örökségét a kisebbik fiú, és elment otthonról. Ez egy lélekbe lezajlódó folyamatot ír le, testvérek. Az, hogy a nagy király, az univerzum zsenie, a végtelen szeretet, ez a nagy király a lelkünkben van. És amikor megkeresztelkedünk, szoros, bensőséges kapcsolatra lépünk vele.
beív az ő palotájába, és ő akar minket szolgálni. Azt akarja, hogy ő legyen a mi örömünk. És ehelyett mit csinálunk? Hát először is, testvéreim, úgy kezdődik a belső elszakadás a bennünk lévő Istentől, hogy mi szakít el tőle minket? A bűn! Jaj, megszoktam kapni, ezt nagyon szeretem. A kereszténység az szörnyű egy vallás, bűntudatot kelt. Hát ez hallatlan. De testvéreim, tudjátok, hogy miért olyan hangsúlyos a kereszténységben a bűn? Azért, mert a bűn, amit úgy is mondhatunk, hogy szeretetlenség, ez szakít el minket a lelkünkben lévő Istentől.